Beköszönés és kezdődik a videó. Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és videós sorozat következő részével, amiben kellene egy kis pénzt keresnünk, mert nagyon le vagyunk gatyásodva, mínusz 12.853 pénzünk van, ami igazából nem kell elmenni vele bucsóba, de mit is kellene csinálni? Csomó mindent kellene csinálni. Gyerekek, fogjunk bele is a munkába. Ja, azt akartam mutatni, hogy nézzétek meg, áthoztam ide a gépparkunkat, szépen akkurátusan elrendezve, gyakorlatilag ott nem maradt semmi, csak a lakókocsink. Egyébként nem fogom megvenni a TS telepet, nagyon sokan írtátok, hogy nyugodtan vegyem meg 1 millióért, és akkor Sanyika elkezdett ásni, hát hogy ne. Vegyem meg 1 millió euróért, és akkor csináljak vele, amit akarok, de írt egy srác, hogy egyébként nem mindent lehet eltüntetni csak editorba, meg igazából többen írtátok, hogy ne szabjam ennyire át a mapot, úgyhogy nem fogom megvenni, hanem úgy fogunk gondolkozni, hogy ez gyakorlatilag egy fix hely, nem lehet elbontani. Jó, srácok. Igen. Csapjuk neki, gyerekek. Kellene egy csomó mindent csinálni. Először is nekem szükségem lenne egy nagy gépre. És mondjuk a piros kirovec az egyébként valahogy a kedvencem lett a piros kirovec. Üzemanyag ellátás szempontjából nem a legideálisabb helyzetben van. És hú gyerekek, kitaláltam egy csomó mindent, csak előtte kellene pénzt csinálni. Először is ezt megtankolom azért, hogy nehogy az legyen, hogy kieves lesz bele, jó, üzemanyag. És igen, egy csomó, húristen, a mai nap megint egy csomó mindent kell. Abba a hordó, ebbe két hordóba aztán volt bőven üzemanyag, gyerekek, olyan, mintha ide se álltam volna. El kellene mennünk a hamsterért, össze kellene szednünk a szalmát, nagyon gyorsan kellene egy kis pénzt csinálni, és akkor utána már veregyhetjük is neki. Gyerekek, idehoztam mindent, látjátok, csodálatos a helyzet. Egyébként a pénz, ja, és beraktam az ólakba mi az? Igen, jaj de jó, hogy föl tudok csatlakoztatni. Beraktam a dobozokat, vagyis a ládákat, vagyis a raklapokat az ólakba. Egyébként jó meglátása volt egy srácnak, hogy igazából elég furcsa, mert 9, nem is tudom mennyi, 9000 valahány száz fér az arra raklapra, ami eléggé érdekes lehet. De hát szerintem igazából teljesen mindegy, hogy mennyi fér rá. A termelése a tyúkoknak ugyanannyi, tehát attól még nem termelnek többet, csak annyi, hogy kevesebbet kell fordulni vele. És szerintem senki nem azt akarja nézegetni, hogy a Keeper 326-szor megy végig eladni a tojást, értitek, srácok? Na, mai nap ugye nincs sorskártya, jaj, de jó, nagyon örülök neki, és veressük neki, mint az őrült. Gyorsan össze kellene szednünk a szalmát, a gyorsan azt jelenti, hogy tényleg gyorsan, aztán utána akkor egy csomó mindent kell csinálni. Ha a szalmát összeszedtük, az a terv, összekapom a szalmát, utána megnézzük, mennyibe vagy a szalma, eladjuk a szalmát, mivel egyébként most ugye nem nagyon akarom betárolni, ezt le kellene vetnünk fűvel, és akkor lenne itt egy nagy kaszáló, és mindenképp kell pörgetni az időbe, de előtte megnézzük, hogy a szalmának mennyi az ára, és akkor, hogy jó áron tudjuk eladni, és utána le kell permetezni, csak az a baj ugye, hogy nincsen nagyon pénzünk permetszerre, meg ilyen csodálatos dolgokra, úgyhogy azzal is kell vele valamit kezdeni. Na, szóval, egyébként egy csomó mindenen gondolkoztam, hogy mit kellene még csinálni tovább. Nagyon csábító nekem az a kettő terület, ami ennek a végén van, az egyik egy fás, a másik az egy rét. Ugye a fás területen például le tudnánk termelni a fát, bár ugye a fa megmunkáló gépek a nagyok, mármint az erdészeti gépek azok nem olcsók, szóval inkább mondani drágák, nagyon-nagyon drágák, és amiatt lehet, hogy azt skippelni fogjuk, hanem majd később esetleg azt csináljuk, hogy akkor ráállunk egy erdészetre, és tényleg nagy nagy faipari gépeket, vagy nem faipari gépeket, hanem erdészet technológiához kapcsolódó gépeket veszünk, és akkor több erdőt is megvásárolunk, és letermeljük róla a fát. Nem is muszáj ugye elhordanod, hanem azt is tudod csinálni, hogy konkrétan ledarálod, és akkor wood chipsként, ugye, aprítékként árulod, adod el, amit jóval könnyebb szállítani, mert ugye ömleszbe tudod szállítani, akár egy nagyobb pótkocsiba, úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Úgyhogy egyelőre szerintem skippelem azt a két utolsó földet, ez kaszálónak itt tök jó lesz. Ezt is ugye azért ellátni nem olyan egy kicsi feladat lesz nekünk, számunkra. Ja, a TS-telep megvásárlását akkor elvetettem. Tényleg írtátok, hogy jaj, annyira ne szabjam át a mapot, hajlok-e fele. Egyébként van egy tök jó hírem.
tök jó hírem, én nagyon örülök ennek. Vettem egy izét, vettem egy Farming Sim kormányt a Logitech-től, tudjátok az, amelyik ilyen kezelőpaneles, meg minden. Elvileg a jövő hét eleje, közepe, fele meg is fog érkezni, és akkor csinálunk róla mindenképp egy ilyen bemutató videót, néhány ilyen test videót. Azon gondolkoztam, hogy nagyon szívesen ráépítenék arra egy sorozatot. Mármint azon filóztam, hogy igazából ebbe a sorozatban nem biztos, hogy beleillene, mert ugye itt rengeteg, nagyon-nagyon pörgünk, nem is annyira szimulátor jellegű, hanem lehet, hogy el kellene kezdenem mondjuk egy Farming Simulator 22-es, vagy egy másik sorozatot, amelyik ilyen nem RP, de ilyen full sim, értitek? Az a full szimulátor, hogy gyakorlatilag minden tökéletesen úgy, mint a valóságban, mit tudom én, szinte csak belső nézet, auto attachment módot, hogy automatikusan fölcsatlakoztat, azt is kiveszed, manuális diffizár, minden, így gyakorlat minden legyen, minden bele legyen ragva a játékba, semmi olyan könnyítés ne legyen a játékba, amit, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ilyen nem reális dolgok, tudjátok, hogy ki kelljen szállni a traktorból fölcsatlakoztatni, belső nézetbe kelljen játszani, ugye akkor kormánnyal játszanánk, meg akkor ugye a kezelőszervekkel, és akkor egy ilyen tök ilyen nagyon szimulátor jellegű, egy teljesen merőbe más, mint ez. Egy teljesen más gameplay stílus lenne, és akkor tényleg egy ilyen nagyon-nagyon akkurátusan, tökéletesen úgy működő dolgot csináljunk, hogy ne, ott szépen ráerősed, úgy, ahogy a szimulátor jelleg megkívánja, úgy kellene csinálni ezt a dolgot. Szóval én tökéletem egy ilyen sorozatot, úgyhogy esélyes, hogy egy ilyenbe gondolkodik a Keeper, és azt mondjuk egy Farming Simulator 22-ben is, gondoltam arra is, hogy csinálnék egy ilyen, nem facecam-et, hanem egy ilyen kormánykezelőszerv, egy ilyen műszerfal kemet. Sőt, lehetne csinálnom, kéne csinálnom egy ilyen izét, egy ilyen műszerfalat, egy ilyen konkrét műszerfalat, és arra ráépítve a kezelőszerv. Az például nagy lenne. Nem lehet tabolni, egy csomó minden ilyen meg lenne szabva. Felállítanánk egy ilyen komplet szabályrendszert, és az szerint lehetne játszani. Tudom, nincs tab, nincsen külső nézet, csomó minden. Ki kell szállnod csatlakoztatáshoz. Tényleg mindent úgy kell csinálnod, mint a valóságban. Mert ugye ebben például nagyon nem úgy csinálunk, mivel ez egy speedrun. Gyakorlatilag ugye ez egy 1 milliárd euró kihívásos videósorozat. Ebben pörögni kell, ebben csinálni kell, mint az őrültek. Hogyha valaki tényleg az ilyen nagyon szimulátor jelleget preferálja, akkor meg én is át tudnék egy kicsit abba is avanzsálódni. Az a baj, ebben ilyen szimulátor jelleget nagyon nem tudsz csinálni, mert igazából tényleg pörögni kell, mert hogyha... És azt meg izébe kellene, gyerek, egy season módba, de ilyen nagyon... hallod, ilyen havat tóni, meg minden az ugye tök állat lenne azzal az izével, azzal a kormánnyal. Abban van egy ilyen kar, nem tudom, remélem mindenki ismeri, biztos mindenki ismeri, az direkt a Farming Simulatorhoz készült, Logitech által készített ilyen kormány. Meg ugye van egy ilyen jobb oldalt, vagy a bal oldalt, hogyha éppen balkezes, vagy egy ilyen kezelőszerv, amin van egy ilyen analóg kar, amivel ugye tudod, egy joystick, amivel tudod működtetni a rakodógépeket, azon vannak gombok, meg egy csomó ilyen billenőkapcsoló, meg minden van, amivel lámpát tudsz kapcsolni, meg mindenfélét, így gyakorlatilag ilyen programozható gombok, ami kb. Úgy néz ki, mint egy Icarusnak így a jobb oldali műszerfal, ahol nyitogatod az ajtókat, érted, egy csomó mindent így rá tudsz pakolni, és ez tök hatóbb lenne. Na! Mert ebbe a sorozatban egyébként szerintem nem beilleszthető az a kormány, mert ugye itt nagyon sokat pörgünk, tényleg ilyen nagyon brutálisan. Na, lehet, hogy elviszem az szalmát, ezt megnézzük mennyi az ára, és akkor belepörgetünk az időbe, akkor utána meg tudnánk a tojással is csinálni azt, hogy teljenek fel a raklapok, mert úgyis kell annyit pörgetni, hogy érjen be a gabona, de ugye még permetezni kell, meg minden, de ugye nincs permetszerünk, meg nincs semmi, azzal is kellene valamit kezdenünk. Jó, oké, nincs semmi gond, gyerekek, mindent megoldunk ebben a részben, szerintem elég sok videt. Egyébként indítottam én időt? Ja, nagyjából úgy látom, hogy indítottam időt. Szuper srácok. Egyébként felmerült az előző, előző sorskártya? Nem, az előtti sorskártyával kapcsolatban, hogy csaltam, mivel villant egyet a kép,
akkor, amikor mert úgy kiléptetett a játék, utána töltődött befele, és amikor elkezdett betölteni, ugye, a farming szimulátor, de le van tabolva, tehát alul van tálcán, akkor is villant egyet a képen, és ez pont akkor volt, volt egy ilyen fekete képernyő, akkor, amikor ugye pörgött az a sor, az a kerék. És valaki felvetette, hogy biztos megvágtam a videót. Hát egy az, hogy nem úgy vágtam volna meg a videót, hogy rakok bele egy fekete képernyőt. Kettő, valami olyasmi mondtak, hogy egy srác írta egyébként, hogy ó, ezt nem kell volna eladnom, mi? Na mindegy, jó gyerekek, nem kell volna eladnom, elbeszélgettem az időt. Mennyiben adtuk el egyébként? Szerintem, ahogy látom, azért nem annyira rosszba. Nem dumálom az időt, gyerekek, 120, hát az nem is a legjobb. Mindenképpen egyet még kell hozni. Azt utána úgyis nem ebből lesz pénzünk, de legalább termeljük le a földről. Hát nem ebben gazdagodunk meg, azt tuti. Ja, igen, arról akartam beszélni, erről a izéről. Ugye villant egyet a kép, és valami olyan, amikor villant, akkor valami olyan sorskártya pörgött éppen, hogy fú, a váltóhiba. Ami igazából nem is egy olyan nehéz, vagy rossz sorskártya, tehát egy ilyen triviális dolog, mint olyan 15-tel mehetsz azzal a géppel, amelyikben éppen ülsz, hogyha azt kipörgetem. És akkor írta valaki, hogy hát azt pörgette ki, csak megvágta a videót. Hát természetesen nem vágtam meg a videót, hát nem érne annyit nekem, hogy megvágjam a videót, hogy 15-tel egy részig, mit tudom én, melyik járművel nem tudok közlekedni gyorsabban, mint 15-tel váltóhiba miatt, vagy pedig ugye a másik megoldás, hogy megvágom, meg még ráadásul még konvertáljam órákon keresztül, akár azt a videót a vágás miatt, meg ezzel szenvedjek. Természetesen nem vágom a videókat, meg nem fogok ilyen hülyeségek miatt megcsalni, meg amúgy se fogok csalni semmit a sorozatba. Én saját magamnak is ez egy kihívás, nem csak az, nem csak a nézőknek, úgyhogy nem tudom, ha nyugodtan nézd meg ott az izét, elemezd ki, hogy hogy van, hogy pörgött még az a sorskártya, nem állt meg akkor, amikor villant a kép, amikor ugye elkezdett betölteni a farming szimulátor. Meg nyugodtan próbáld ki te is, hogy indítsd el a farming szimulátort, tabold le, és várjál, és akkor fog villani egyet a kép, akkor, amikor ő elkezd betölteni. Na mindegy, nem is akarok emiatt magyarázkodni, csak azt akarom kifejteni, hogy hát nem fogok csalni természetesen ebben a sorozatban, meg főleg ilyen, nem tudom, ilyen teljesen lényegtelen, ilyen piszlicsáli dolog miatt mi a szar csalnék? Hát most az nekem mi olyan jó abban, hogy ez egy játék. Saját magamat csesze bár, vagy mi? Vagy tényleg ilyen triviális dolog miatt csaljak, ami igazából semmilyen kihatással nincs a sorozatra? Érted? Most az nekem az most mi lenne abban jó? Hát nem ér annyit, hogy még ha csalnék is, hogy utána konvertáljak, meg vágjak videót, meg ilyen hülyeség. Meg ha megvágom, akkor nem rakok bele egy fekete képernyőt. Miért raktam volna bele egy fekete képernyőt? Úgyhogy... Jó, oké, ezt le is zárom ennyibe. Jönnek néha ilyen nagyon furcsa kommentek, aztán így dél. Hát... Az a baj akkor, amikor így... Néha még fel is cseszem magam rajt, mert igazából ilyen... Tényleg ilyen nem valós dolgokat... Néha így írnak, aztán... Ja, aztán az így felcsesz, de nem annyira szoktam ezekkel foglalkozni. Nagyon örülök egyébként a kommenteknek, mert nagyon sok segítség jön, és folyamatosan jönnek olyan ötletek és modok, amik nagyon jók, örülök nekik. Úgyhogy komment jöjjön ezerre, mert ha ötletet van bármi, azt mindenképpen Keeper meghallgatja. Viszont ezt a második adag szalmát ezt már úgy fogja eladni a Keeper, hogy belepörgetünk az idővel, hát most ezt buktunk rajta 1000 eurót. Valószínűleg. Ja, hát igen, jól tankoltunk. Egyébként kitaláltam valami nagyon jó dolgot, majd meg fogod látni. Ebben a részben meg fogom valósítani. Valószínűleg, hogy még veszünk egy ilyen pótkocsit, egy ilyen rakodós pótkocsit. És meg tényleg meg fogod látni, hogy igazából mi az, amit kitalált a Keeper. Amelyiket igazából befogok valamire, és fú, bazzer. Egyébként írtátok, hogy miért nem a másik... Hú, az izébe meg a Crossba bele akarom rakni a másik motort, mert egyébként azt vettem észre, visszanéztem a videót, a Cross nem rúg meg a izén, a földeken. Nem az a baja, hogy ugye terepgumi vagy nem terepgumi, nem rúg. Tényleg megmutatom, hogy rámegyek a földre, nem rúg, hanem motor teljesítmény fogy el, ugye ott nagyobb az ellenállás a földnek, ugye olyan, mint amikor homokba tolod a biciklit, vagy a talicskát, vagy akármi, és emiatt
nagyobb az ellenállás, közegellenállás a földre. És emiatt nem, de nem kezd el rúgni, hanem gyakorlatilag nehezebben mozog. És emiatt a nagyobb motort bele akarom rakni, ami igazából nem ad a teljesítményre, végsebességre ad, de valószínűleg átkonfigurálja annyira a váltót, hogy talán jobban fog működni a földeken is. És ezzel kapcsolatban akarok egyébként a krasszal valamit csinálni, meg a póttal, hogy valószínűleg a kiközelítő pótkocsit, azt, vagy nem a kiközelítőt, hanem az ifát, ugye a műhely ifát, azt valószínűleg, hogy le fogjuk váltani. Egy pótkocsira, egy autólodos pótkocsira. Egyébként írtátok, hogy Rába is autólodos. Nem tudom, hogy biztos jó lenne-e. Mármint jól működik-e ez a Rába, eléggé nem tudom, olyan, nem tudom milyen módnak tűnik. Nem tűnik olyan nagyon összeszedetnek. Ezt emiatt nem veszem meg egyébként. Na gyerekek, 64%, úgy látom, hogy még bőven van egy kocsival. Ugye valószínűleg a szalmát sem nagyon adja, azért mert ugye gyomos volt, meg nem megtrágyázott, ugye gyakorlatilag ilyenkor semmit nem ad jól. Ó, de viszont most nagyon egy csomó mindenkin gondolkodok, hogy mit kellene csinálni. Lehet, hogy mondjuk ebben a részben még nem veszünk autólodos pótot. Gyerekek, nagyon csomó mindenen gondolkodok. Nagyon szívesen vennék egyébként nagy kombájnokat. A nagy kombájnok az azt jelenti, hogy horribilisen nagy kombájnokat. Mert az a gond, hogy szívesen lecserélném ezeket a kombájnokat, inkább ugye minél szélesebb vágóasztallal rendelkező, akár nem modolt gépekre is. És itt ugye jön be a képbe, hogy ugye megvettem a Farming Sim Logitech-es kormányt, hogy akkor aki ilyen nagyon szimulátor jellegű gameplay sorozatra vágyik, akkor az annak valószínű, meg igazából nagyon sokat írtátok, hogy 22-22, úgyhogy elképzelhető, hogy akkor egy 22-ben egy ilyen nagyon autentikus, nagyon, nagyon szimulátorra kihegyezett gameplay sorozatot fog kezdeni az Keeper, egy ilyen season mode-dal megfejelve, egy mindennel megfejelve, tényleg, hogy akkor egy ilyen aki, mert észrevettem egyébként, hogy sokan lehet, hogy inkább azért rajonganak, vagy azért nem rajonganak, hanem azt szeretik jobban, amikor ilyen hagyományosabb sorozat van. Ugye régebben leginkább olyat játszottunk, és lehet, hogy pont ez hiányzik ugye az embereknek, hogy egy ilyen roppant autentikus, szimulátor jellegű, szinte nem RP, mert nem RP lesz, nem fogom így megjátszani magam, hogy én vagyok a Józsi Pista, hanem az, hogy Élethűen kellene csinálnunk. Nem, gyerekek? És akkor azzal lesz, a kormánnyal lesz, ugye én is jobban beleélem magam. Egyébként egy dolog győzött meg, nagyon régóta nézegettem én azt a kormányt. Egy a panel, az tök tetszik, ugye, hogy nem kell külön joystickot csatlakoztatnod. Nekem ugye volt úgy, hogy azt csatlakoztattam joystickot, meg egy nem is tudom, azon gondolkodok, hogy milyen, az is talán Logitech volt, egy kormányt csatlakoztattam, aminek sajnos a kitéríthetősége, ugye, jobbra meg balra, az nem volt olyan ilyen nagyon széles spektrumba mozgó, vagy hogy értitek, hogy mire gondolok. És így meg ugye egyben van az egész, van egy ilyen kezelőpaneled, meg még ráadásul nekem azt tetszik egy kormányban, ugye tudom, hogy már a többi G-szériás Logitech is, ugye például azt tudja, de az inkább ilyen versenyjátékokhoz való. Én meg azért nem olyan túl sok versenyjátékot játszom, ez meg ugye direkt ugye a szimulátor fanoknak készült, hogy ugye 900 fokba kitéríthető. Tehát valóságban, mint így most mindjárt megmutatom a versenyben, így egy csomót át tudott tekerni a kormány. Emiatt ugye baromi pontos. Bármint pontosan tudsz vele kanyarodni. Nem az van, hogy itt egy mozdítasz az rajta egy kicsit, azt már tök kitekered a kormányt, hanem hogyha kicsit mozdítasz azon, akkor ilyen szinte centiket tekered ki a kormányt, és akkor tényleg ilyen nagyon autentikus, meg ugye ugyanúgy tekered a kormányt, mint ahogy a gépben van, tehát a belső nézetben az tök frankon néz ki, hogy gyakorlatilag nem az van, hogy én mozdítok ennyit a kormányon itt a kezemmel a valóságban, a játékban meg pörög körbe a kormány, mert egy csomót tekeredik, hanem ugye szinkronban van vele, mondhatni. Úgyhogy ez nekem tök tetszik. És ebbe gondolkodok, gyerekek, ebbe gondolkodok, hogy akkor egy ilyen sorozatot arra korbányra ráépítenék.
Nem tudom, írjátok meg a véleményeteket, hogy tetszik-e az ötlet, csináljátok. Én arra gondoltam, hogy Farming 22-be csinálnánk azt, hogy azért valamilyen szinten változatosság is legyen. Na figyeljetek, akkor ez egy szalma eladást, azt nem tudom, meg kellene pörgetnünk egy kicsit. Tojásos raklapok be vannak, szóval nincs semmi probléma. 2000-szeres pörgetés, azt nézzük, hogy milyen szituáció. Apá, éppen... hallod? Ez nagyon le... miért volt ez annyira lent? Itt leugrott hirtelen. Ez valószínűleg az eladásom miatt. Akkor nem is volt olyan rossz ez a 120-as ár, egysejem. Ha leadtam egy csomó szalmát, ez le is ugrott. Jó. Hát most meg fölmegy 118... hallod, 120-ra kárót pörgetem, fölment 118-ra. De várjátok, reggelig már 6 pörgessek állni, nem fogok itt az éjszaka keveregni. 124... de mi az? Megy fölfele! Figyel! Nincs mellette nyíl és megy föl! Jó, hát... viszont nem akarok annyit pörgetni az időbe. Jó, elandjunk, gyerekek! Láttátok, hogy nincs mellette a nyíl és mégis mozog fölfele. Itt meg ide, tök jó. A szántásban egyébként nagyon elmerülnek a járművek, szóval azzal kell vigyázni. Jó, úgy látom, hogy összekaptuk a szalmát. Ó, egy jó angulatú kis gameplaynek nézzünk előbe. Reméljük, hogy nem fogja semmi elrontani a mulatságunkat, mármint innen úgy fog haladni, ahogy a keeper eltervezik. Figyeljetek, le kellene egyébként, most annyit kéne csinálnom, most ebből összejön annyi pénz, hogy talán ki tudom pótolni azt, ami hiányzik, mondjuk műtrágya, vagy pedig... vagy pedig eladjuk a tojást? Nem tudom, srácok, most mi legyen. Valamit ki kell találni. Jó, figyeljetek ezt, itt eladjuk, mindenképpen, hát, igen. Annyi, amennyi, aztán kész igazából, az a lényeg, most ettől megszabadultam. Meg azért valamennyire pluszba leszünk, igaz, nem túl sokkal. Mennyivel egy ilyen 8000-re körülbelül, vagy mennyivel? 8-10000-re pluszba leszünk. Ami annyira jó lesz, hogy ugye meg tudom menni a földmunkához a cuccot. Nézzük meg, a tyúkok azok, van nekik mindenük? 14000, 9000, 17000, 7000, 8000, 6000. Van egy 6000-es, azt megjelöltetem. És akkor annak öntünk be. Mert ugye van egyébként, kiürítettem a kombájnokat, az van egy kis árpánk. Hát 11, ma is 12000, akkor annyira nem rossz. Kb. Ilyen ára szoktuk eladni. Ugye amikor ilyen nagy a keresletre, akkor megy föl ilyen 160 körülre, talán szóval nem egy olyan nagyon veszélyes. Jó, ezt akkor visszaviszem. Egyébként... Csomó mindent csinálnék. Ja, ugye az, ugye ott az a földterület, amin vannak a fák, azt lehetne megvenni meg ezt. 200 000-be kerül, nagyon olcsó. Csak a fákat ugye le kellene termelni. A faki termelésre meg azért érdemes lenne most már komoly gépeket, nem egy MTZ-vel nekiállni, meg ézével, meg stílfűrészt, hanem akkor valami komoly cuccal, érted? Aztán ebben emiatt gondolkozok abban, hogy lehet, hogy a skippelem egyelőre, inkább akkor megmaradunk ezeknél a földeknél, és akkor ezeket megmunkáljuk. Igen. Egy nagy kérdésem lenne, srácok, de ez most nagyon tényleg nagyon fontos, hogy nagyon gondolkoztam azon, hogy erre föltelepítek csak tyúkolakat. Tehát lehetne az, hogy csak tyúkol, mondjuk egy 25 darab, és akkor a marha istálok máshol. Ebben nagyon gondolkoztam, mert akkor az lehet, hogy jobb lenne így elszeparálva, mint máshogy. Ja, egyébként azt minden egyes részben próbálom hangsúlyozni, főleg mert lehet, hogy valaki úgy téved ide, hogy most látja először, és nem hallotta ezt. Ja, maradt a földeridő, szóval mi? Jó, van az ott, rohadt meg, gyerekek. Fontosabb dolog, hát mondjuk lehet, hogy még fel fogom szedni. Egyelőre most nem hiszem, hogy a fű elvetésével fogok foglalkozni. Most mivel lett egy kis pénzünk, szeretném megcsinálni a földünket. Meg ugye, ki kellene, gyerekek, az üzemanyag hiány is van, úgy látom. Igen, ez meg pont jó, látjátok, tökéletes. Igen, elviszem a búzát annak a tyúkoldak, amelyik ugye leginkább soványkodik. Vagy nem búzát, hanem árpát. Aztán mindjárt nem 6000 lesz neki, hanem 16000. Viszont ugye búzát termesztünk, úgyhogy mindjárt lesz, mindjárt aratjuk, és akkor nyére tudjuk rakni az összes ólat, szóval nagyon hiány nem lesz. Hát megmondom őszintén, a tojásokat is szívesen elvinném. Látjátok, ez egy ilyen nagyon pörgős, ilyen bandika fogalmazta meg, jó, hogy ez gyakorlatilag egy speedrun-szerű, hát nem speedrun, de egy ilyen teljesítményorientált gameplay.
Úgyhogy nem szimulátor jellegű. Annak persze természetesen nem csalunk meg, nem csinálunk semmilyet, csak ugye itt tényleg arra orientálódunk, hogy minél több pénzük legyen, minél rövidebb idő alatt, és emiatt ugye nagyon nincs arra idő, hogy teljes mértékben, szimulátor jellegben játsszuk a játékot. Ja, arra, hogyha válaszolnátok, hogy mit szólnátok ahhoz, hogy ez csak csirke, telep, másik oldalra is, közelebb lehet akkor rakni őket, és akkor könnyen, még jobban őzzel lehet csimítani ugye a területhez. Mert ugye többen írtátok, ja, erre akartam kitérni, de várjátok, most kéne valamit működni és valamit művelni. Nézzük, van nekünk műtrágy? Az a baj, hogy műtrágyánk szerintem csodára nincsen. Ennyi műtrágya? 84%, és azt hiszem, hogy nincs is. Nem baj. Mindenképpen kéne műtrágyáznunk, mindenképpen kellene nyomírtóznunk. Na, azt akartam mondani, gyerekek, hogy a... egy csomó minden. Ja, hogy ez le lesz simítva, úgyhogy ne aggódjatok, ugye a szélei jó messze vannak az ólak, le lesz simítva, meg lesz csinálva tök szépre, úgyhogy bele fog illeszkedni a területbe, úgyhogy amiatt ne aggódjatok, mert nagyon sokan írjátok, hogy hú, hát ez csúnya, hú, ez csúnya, ugye így tudtam megcsinálni jól, gyorsan, meg igazából ugye mivel én nem, pénzt azt úgy kell megkerestem, nem tudom azt megcsinálni én, hogy itt végtelen pénzből megcsinálom a telepet, azt utána meg így készre megcsinálom, kinézetre is. Úgyhogy meg lesznek ugye az ólak, a másik oldalán is nem tudom, gyorsan meg tudnám mutatni. Ide átugrok, és akkor itt a hátuljárnál is, hogy látjátok, hogy egy csomó hely van még az ólak mögött, amit ugye szépen le tudok göbölíteni, meg minden. Gyakorlatilag egy ilyen szép domb lesz. Autentikus, nem betonplac, hanem szép füves domb. Viszont ugye, hogyha én ezt nem húztam volna síkba, akkor az történt volna, hogy minden egyes épület lerakásakor ő automatikusan beszintezi egy bizonyos szintre, és a következő az megint berakta volna egy random következő szintre, a következő megint egy random, és akkor ilyen lépcsőzetesen sík területek, de így össze-vissza lettek volna, ami elég érdekes lett volna, ilyen, tényleg ilyen lépcsők lettek volna köztük, és azzal nem tudsz mit csinálni, mivel leraksz egy épületet, akkor az ott van. Azon nem tudsz, hogy nem tudod sülyeszteni, meg emelni már. Oda van ködve, érted? De így ugye, hogyha egy síkba rakod, az épületeket lerakod, utána szépen gömbölyítgeted minden, de az épületek egy síkba lesznek. Ezért így készül. Próbálom magyarázni az egyes bizonyítványt, lehet, hogy úgy tűnik, de nem. Hanem tényleg azt akarom elmondani, hogy ez mégis miért így van az egész. Jó, gyerekek? Ha nem tézé, még egyet ért, és meg is fordult, nagyon jó. Nézzük rá a térképre, ugye mondtátok, hogy kapcsoljam ki az eszközöket, meg a másik cuccokat, itt meg itt, és akkor nem kell mindig vinkódnom azzal, hogy másokat is mutat. Növekedés, jó, nekem ez kell, ez nem érdekel minket, ez nem érdekel minket, a gyom nem érdekel minket most. Jó, oké, jó, csinálja, szuper. Egyébként lehet, hogy így kell megindítanom oda-vissza. Mennyi műtrágya van benne? De csak jó. Lehet, hogy így kellene a gyerekek, mert így a... Nem tudom, hogy itt mit fog csinálni a végén, mert itt van ez a plac, ugye? Na, kellene még akkor nekünk Rába Steiger, amit már itt meg is mozdítottunk. Mindenképp ugye kellene, jó lenne, hogyha beérne az anyag mindenképpen. Mármint két dolog miatt is jó lenne. Várjátok, egy vetőt meg fel kellene vennem. Abból lehet, hogy ki kellene ürítenem ezt. Ugye meglátjátok, hogy mi az, amire gondol a keeper. Melyik kirovesz be? Hát ebben még van egy kis zevagyag. Ja. Oké, okay, és traktor. Igen, lekotlott. Nem tudja kezelni ezt, úgy... Azt a betyár, hallod? Szórja minden! Ez őrült! Mindjárt megindítja a keeper fölfele, aztán jó lesz. Oké. Okay. Igen, 41% van bele, sajnos nem túl sok. A piroskát elvisszük. Fölfogunk egy betölt. És kiürítve belőle az anyagot, hogyha van valamelyikben, szerintem van valamelyikben, nem? Ki kéne üríteni? Azt hiszem, hogy... Ja, egyébként elég szépen összeraktam, nem? Ez akkor lesz jó, ugye, hogyha már nem lesz túl sok gép itt. Aha. Mindjárt a gyerekek. Erre gondolt a keeper. És akkor már is van egy kis anyagunk. Nézzük meg az összeset.
Előbbre járok vele. Oké, most egyelőre nem akarom elvetni azt fűvel azt a földet. Ne folyamatosan mindent csináljunk egyszerre, én arra gondoltam. Jó, ezzel vissza is járhatnánk egyelőre. És hogy jár? 24% az MTZ, remélem nem ment bele a vízbe. A szart nem bele megy a vízbe, gyerekek. Állj meg! Bandor. Jó, nem ment bele a vízbe. Oké, srácok, és akkor meg tudom tölteni őt, és akkor mehet. A műtrágyával leszünk lehet, hogy gondba, de majd mindjárt meglátjuk. Az a baj, most egyelőre nem akarnék elmenni a bolthoz, mert van egy másik projekt, amivel gondolkodik a Keeper. Hol az MTZ? Az MTZ 22%-on van, azt majd így lekapjuk a négy körméről. Ezt elvisszük a másik oldalra. Közben az MTZ pont ki fog fogyni itt. Ezt megküldöm a másik oldalon, nem fizet, behozzuk, megtöltjük, aztán csinálja a dolgát. Ja, nem tudom, ez a szimulátor jellegű sorozat, mennyire vagytok benne, de akkor úgy gondoltam, hogy tényleg egy ilyen, lenne egy ilyen kamerarézet is, amivel egy ilyen műszerfal nézet, amivel látnátok, hogy hogyan, miképp. Szerintem az ilyen tök beleélés lenne, ugye facecam helyett, az tök jó, ezt nagyon sokan alkalmazzák. Főleg, nem tudom, külföldön is, talán hazánkban is, nem tudom, nem nagyon néznek videót sokat, de szerintem ez egy jó projekt lenne. Nyugodtan írjatok véleményt róla, hogy ezt hogy tervezitek. Látjátok egyébként itt nincsen semmi, itt van egy pótkocsi, azt lehet, hogy mindjárt el is adom, meg ugye itt van a siló, azt is valószínűleg el kéne adni, és akkor át kéne vinni a másik oldalra, mert itt egyelőre nem sok értelme van. Bár ugye az annyi értelme lehet, hogy ha nagyon kell, akkor ide gyorsan ki tudod szólni a dolgokat. Itt meg, akkor ezt meg kéne indítani. Nem tudom, hogy pontosan. Honnan, várjál. Így jó, mehet is. MTZ barátunk, azt el is kellene venni tőle, ezt meg is kellene tölteni az MTZ-t. A platón már nincs izé. Egyébként az IFA platón már nincsen műtrágya, azért azt nem nagyon erőködök vele, de valószínű, hogy el kell menni műtrágyáért, csak tényleg egy olyan projektbe gondolkozok, hogy veszünk egy autólodas pótot, és azon mindig rajt lesz a izé, rajt lesz a műtrágya. Meg minden. Igazából egy hatalmas autólodos plót lenne jó nekem, amire így mindent megveszünk, és akkor az ipart azt így kiváltanánk. Bár mondjuk lehet, hogy az kéne, hogy nem is egy hatalmas autólodos plót, hanem egy kisebb. Na, srácok. Most ugye nem akarok vetni azt, hogy kivettem a vetőkből. Vetőket is egy kicsit majd át fogjuk alakítani, nem lesz ennyi vető. Ugye gyerekek, ebben nem sok fér. Nem lesz ennyi vető, hanem inkább lesz egy barónagy, vagy esetleg kettő barónagy. A barónagy az azt jelenti tényleg, hogy barónagy. A barónagy az a barónagy lesz. Tényleg ilyen epic nagyban gondolkodik a Keeper. Erre meg rá kéne nézni, hogy hol volt le... Hol van leszorva, meg hol nem. Hát, nagyon nehéz látni egyébként. Itt látni. Valahogy. Megnézzük, hogy jól vagyunk-e beállva. Aha, jó, is találtam. Oké. Okay. Várjál, nyomjad már. Oké, okay. Mit csinál a izé? Úristen, mit csinál? Mit csináltál, de gyerek? Az oda akart befordulni, figyelitek? Erre hát volt egy kerítés, nem tűnt fel, mi? Te is ilyen öreg rámbás lehetsz, hogy nem számít, hogy van kerítés, mentél volna át mindene. Hát, jó vagy. De most nem azt a világot éljük, testvérem. A kerítést itt nem lehet. Nem lehet kicsapni, ha nem baj. Jó, menjen ő is. Igen, 54%, 81% valószínűleg nem lesz elég. Őt meg maradt egy kis csík, meg ott is maradt egy kis csík. Jó, annyi baj legyen. A búza fog majd gyűnni. Gondolkodik a Keeper, mit csinálja. Ne kellene mennem mindenképpen. Mennyi gyomírtónk van? Nézzük meg. Meg akkor kellene nekem egy gyomírtós gép is. A gyomírtós gép az valószínű, akkor legyen ő. Ő eléggé pörgős, eléggé jó, és akkor megindulhatna. Csak nem tudom, hogy mennyi gyomírtónk van. És akkor leraknám mindig ide a földbejárathoz, raknám azt a gépet, ugye, amely, vagy azt a pótkocsit, amelyikre töltenék mindent meg, és gyakorlatilag nem kéne töltögetni külön, hanem mindig akkor töltene, amikor kimegy. Kimegy, akkor tölt. Hopp, ez meg fordítom a leragva ide. Bocs, gyerekek, de ezt megfordítom.
elfordította a képer, szépen okosba. Csanyi meg ujjás, mint hogyha izé lenne, muszáj lenne gyereke. Jó, ebben még van is nyomírtó, van még egy tartályú, ICB vagy IBC mindig elfelejtem. Nem tudom, hogy hány litr. Nem, de nem sok volt, bazen. Na, látjátok, ez a baj. Ez a baj. Kell nekünk nyomírtó, meg kellene nekünk. Műtrágya mindenképpen, meg igazából minden. Úgyhogy kellene hoznunk, meg be kellene ma már érinteni a búzát, és akkor lenne egy, meg izért kéne hozni a gyerekek, raklap sincsen. Raklap sincsen. Hát gyerekek, ez eléggé necces ez a dolog. Hát nem egyszerű az élet, gyerekek, nem egyszerű az élet. Hát az ifába kéne annyit hozni, hogy elég legyen most. 9000-ben nem sokat fogunk hozni. De egyébként, hogyha eladnám a tojást, akkor lenne abból pénz, csak egyelőre nem azzal akarok foglalkozni. Megyünk, hozunk izét, hozunk nyomírtót, meg hozunk műtrágyát, hogy ez a kettő legyen. Oké, gyerekek. Itt meg itt a Simpson. Ezt azért raktam ide, hogyha esetleg meg kell indulni valamilyen okunál fogva, akkor itt a bejárat meg lesz. Jó van, srácok, menjünk. Ja, ugye az izével, ugye kormánnyal nem is ilyen rángatós lenne az irányítás, így mind a billentyűzettel. Ebben a sorozatban nem hiszem, hogy beilleszthető, egy FS22-es szimulátor jellegű sorozatban viszont szerintem nagyon epikus lenne. Gyorsan menjünk a bolthoz. Meg ugye, amikor így tekered a... Ugye az a baj, hogy például, hogy most, itt, így, na hogy mondjam, így nyomom ezt a gombot, és akkor olyan gyorsan tekeredik csak a kormány, amilyen, ahogy be van állítva, de ott azt így nagyon gyorsan is át tudod rántani egyik oldalról a másikra, hogy igazából a te fizikádon múlik, érted? Hogy gyakorlatilag úgy tekered a kormányt, ahogy akarod, nem csak úgy, ahogy éppen engedi a rendszer. Úgyhogy azért az tök jó lenne. Hát igaz, látjátok, ez így egy kicsit nyögvenyelős így irányítani billentyűzettel, de hát gondolom nagyon sokan billentyűzettel játszanak. Valakinek, hogyha van az a Farming Sim kormánya, akkor az írjon róla egy véleményt, hogy mennyire jó, meg mennyire nem. Mennyire pontos, leginkább ilyenre gondoltam. Na, akkor kellene nekünk legalább magot majd itt már ilyet fogunk venni egyébként, gyomírtó, abból tudunk venni egy-kettőt. Úgy is kell, meg akkor kellene nekem zsákos, szilárd műtrágya, hát ebből kettőt tudtam venni. Hát remélem, hogy elég is lesz. Lehet, hogy izét kellett volna, tartályt kellett volna inkább kevesebbet, de hát erre a földre már elég lesz, aztán majd valamit okozunk. Az öveket, javárja, oldalt lenyitjuk. Na, rakodjunk el normálisan. Opa. Érdekes, bele tudsz ugrani a kabinba, aztán nem nagyon jól működik az a dolog. Ugye valahogy egy kicsit elpakolok, jó? Egy kicsit értelmesen legyen itt a dolog. Mondjuk ez a zsák az hosszában van, az meg keresztben. Modpakot már jó lenne fölraknom, mi valahova megint. Franc egye meg, mindig időhiányban vagyok mindennel kapcsolatban, aztán azért maradnak ám ezek a dolgok. Figyeljetek, ez itt szerintem tök jó. Oké, ezt le is kéne spaniznom. A kettő tartály, várj, itt a doboz. A dobozt is ide fölraktam, hogy gyors reagálású erőként tudjak javítani, és ahogy van. Oké, ez meg tök jó lesz. Ez. Még egy oda. Hú, gyerekek, ez nagyon nehéz. Azok a tartályok, ugye 2 tonna darabja. Jó, van magunk is. Vagyis műtrágyánk, valami megállt. Valami megállt, de nem tudom, hogy miért. A francia sem bele, hogy mindig megállnak a munkások. Jó, az jó is. Ezt meg felrakjuk mondjuk a tetejére. Mindjárt megnézem, miért állt meg a gép. Mi állt meg? Nem állt meg, bazi. Az előbb nem csak egyet írt. De várjál, nem háromnak kéne mennie? Itte. Kiürült. Kiürült, de viszont a másik az talán be is fogja.
Teri-teri. Odébb kéne vinnem. Lehet, hogy elég lesz a rábában mi van. Azt akkor megvan oldva a keleti kérdés. Sőt, be is hozhatom ezt. Jó lesz, gyerekek. Oké, műtrágyázás, úgy látom, akkor még ma az is volt, pont elég lesz, de biztos nem pont elég lesz, hanem pont kevés lesz, ahogy ismerem magam. Ez a gyomírtással vannak itt problémák. A gyomírtásra ki kéne rendelnem még egy traktort minimum. Jó, csinál. Az a lényeg, csinálják, gyerekek, nagyon jó. Lehúzom mindjárt keresztbe a gyomírtóba. El kéne mennem. Fú, gyerekek, nem egyszerű az élet, hallod? Mehetünk gyorsan. Először rámegyünk a T150K gyomírtóra. Remélem a 250-es az nem fog végezni. Ah! Hallod, komolyan mondom, olyan nincs szerencsém dolog van, pont mindig nem lesz elég. Nézd meg, 4% és pont nem ér végig, oda nézzél. 3%, oda nézzél. Itt jön. És pont lekotkodál a legvégén, érted, ilyen, van ilyen 10 méterre vissza. Figyelj. Ja, ott állt meg. Hát azért most nem azért, de vágjátok, hogy mekkora bánzdém van, hogy ilyen semennyi. Ennyi volt vissza neki. És meg is lett volna a föld. Ja, ide állunk aztán. Majd a keeper megoldja a gyerekek. Mehet bele, nyílik. Mehet is tovább. Nekünk meg át kéne menni a nyomírtóshoz. Itt keresztezzük az útját, aztán valami lesz. Sőt... Megállok itt vele, és akkor erre hozom ki a izajt. Erre hozom ki a másik gyomírtót. Beállok az útjába. Kb. Hozzuk ki az MTZ-t. Ja, hát ez egy ilyen kicsit ilyen pörgős, speedrun-szerű akármi akar lenni. Kihozok a másik gyomírtót. Jó? Srácok. Legyen meg mindenképpen az időpörgetéses mizéria még ebbe a részbe. Csak az a baj, hogyha nagyon sokat pörgetik, lehet, hogy el kéne adni a tojást, utána vissza kellene pörgetni, meg akkor kéne még hozni ládát, és akkor pont úgy csinálnám, azt is fordítva van időleg, hallod. És akkor pont úgy lenne, hogy még egyszer pörgetem az időt, és akkor ilyen, ez valahogy milyen kitalálja a képer. 600-ek, oda nézzetek, hát ez bírja. Jó, hát ezt megtöltöm, és akkor megyünk vissza a másik felére. És a másik felén megindítom. Jó, egyébként egész kellemes, jó működik. Mert jól állunk szerintem. Oké, mehet a másik felén elindítva. Nyomok egy hármas gombot, ellenőrizzük a térképet. Nagyjából. Egyébként az egész jó sikerült. A trágyázás. Gyomírtást, ja, azt is ugye majd hosszába le kell húzni. Közben így megyünk, gyerekek. Igaz, hogy nem gépi munkás, hanem hármas gomba. Gomba, gomba! Hármas gomba! Figyeljetek, innen is indíthatom, megyek el oda. Jó. Az a jelű munkás 3%-on van, úgyhogy az ifával majd elugrunk elé. De jó, mert egész jó sikerült, hogy nem állnak a gépek. Hol a T150K? Jó, a T150K ott meg is állt. Tökéletes. A tésza... Ja, nem tésza az ötfen, de tésza az ötfen kell. A rába. Jó, hülye vagyok, a rába, a tésza az ötfen kell, nem állt meg, az megy. Jól, belekeveredszél ki, ipőd, nagyon durva. Ez meg már mehet is. Jó. Ifa-bifa, figyeljetek, hogy kiszámolt a képer, majdnem elért eddig. Jaj, de nagyon örül a képer, jaj, de nagyon örül. Beugrunk, már mehet is tovább. Logisztika egyébként baromira fontos. Ugye egy ilyen olyan sorozatban, amelyik nem erre lenne kiegyezve, hogy termelékenységre, hanem ilyen kis fun factor lenne inkább. Nagyobb. Ott ugye nem kellene ilyen őrült módon csinálni a dolgokat, hogy lehet, hogy ott tényleg az lenne, hogy gépi munkást azt nem is használnánk. Egy ilyen retro TS-szerű képződmény lenne, egyébként azért már is fogyott az egyik tartály. Jó, mehet is.
Talán ennyi ma elég lesz, szerintem ez bőven elég lesz mind a kettőbe. Egyikbe 90, másikba 90. Jó, ez bőven elég is lesz, el kéne vinnem a tojást, amíg ezek csinálják, addig nyugodtan el tudom vinni. Ezért jó egyébként így beosztani, hogy mit tudom én, csinálják a munkát, közben tudsz más csinálni. Jó, ez ide itt marad. Lehet, hogy elviszem a tojást. Már itt csak ezt meg. El kéne vinni, és akkor hozni még raklapot, mert ugye amikor belepörgetünk még egyszer az időben, akkor még több fog lejönni. Egyébként nem is tudom mennyi, kb. Mennyi tojás jött le. Hát ugye csak az ár miatt pörgettünk egy nagyon minimálisat. Úgyhogy ez egyáltalán nem mondható soknak. Nagyon szeretnék gépet fejleszteni. Tudom, hogy el fogjuk engedni, és lehet, hogy valakinek nem is tetszik, hogy elengedi a Keeper. Figyeljetek, ezt úgy kéne csinálni, hogy bekapcsolom most az autólodot, és akkor gyakorlatilag már oda viszem a tojást, és akkor már fel is kapja, nem? A kezemből. Aha, ez így jó. Bár igazából kiszórom, az se. Utolsó szempontból nem kell mindig kiszorogatnom, nem? Hú, baza, itt aztán van tojás, öcső. Gyorsan végigfutok, azt utána visszatabolok be. Hú, gyerekek, figyelj, elvigyünk mindent? Figyelj, vigyünk mindent, hiszen igazából el tudod vinni az összeset, mert ugye nem veszik el a raklap. Egy srác egyébként felvetette, fú, nem is tudom mi volt a neved, hogy csitesek ezek a ládák, mivel ugye valami 9000 liter fér bele, hát de erről már beszéltem is, de figyelj, igazából tényleg annyit nyersz rajt, mármint attól nem lesznek tármelékonyabbak a csirkék, annyit nyersz rajt, hogy ne kelljen 6-szor fordulnod, érted, vagy mit tudom, hogy lehetne 500 literes egy ilyen raklap, vagy akár 2400, azt hiszem 2400-ra jön neki, ugye, hogyha dobozokat számoljuk. Tök jogos, de hát most hogyha mi lenne jobb, hogyha mit tudom én, 5-ször ennyit kéne fordulni, érted? A termelés attól még ugyanolyan gyorsan megy, ugyanannyit termelnek, viszont a fordul ide-oda járkálhatná, és az meg nem biztos, hogy annak majd most akkor az olyan sok értelme lenne. Szerintem ma az elég érdekes, hogy literben van megadva. Na, cross. Jó, ezek meg szépen csinálják, ugye. Szerintem egyébként tényleg elég lesz neki. Már akkora helyen vagyunk, hogy bazza így húzkodni kell ide-oda. Nem tudom, hogy mennyi pénzt fog teje hozni, remélem, hogy azért elég sokat. Örülnék neki egy kis plusz lóvé, az sose árt. Ó, Lari. 12 raklap. 12 raklap, hát eléggé hiányosan vannak. Akkor ez szerintem egy ilyen fél raklap átlagba lehet mondani, még annyiba se. Úgyhogy akkor ilyen 5000-szer 12, az olyan, hát olyan 500. Hú, a tojást meg kell nézni, hogy mennyibe fáj. Várja, bazd, a tojást meg nem adhatom el. Elmegyünk oda, nehogy eladjuk a tojást, amíg nem végeznek a gyomírtása, mert pörgetni meg nem pörgethetek. De várja, addig nem is érdemes elindulni, mert lehet, hogy a szupermarketnél jobban veszik. Érted? Úgyhogy ez egy kicsit ilyen, néha van ilyen pothelyzet. Jó, magok, azok itt maradhatnak. Akkor figyelj, el kellene kezdenem vetni azt a földet. Ezek mennyire állnak jól? Ez nem nagyon mi. Hát jó van, gyerekek. Hát jó, hát minden nem mehet simán. Csak az a baj, hogyha most pörgetem az időt, akkor ennyi erővel a tojásokat nem lehet volna muszáj fölpakolnom. Ó, jaj, hát nem gondolkodik a Keeper. Ez a placot egyébként meghagyom még. Nem ez lesz a főtéhez telepem, de nem ide fogom kiállítani, de egyébként írta valaki. Várját, melyiket nem hoztam ki? Ebben mennyi van? Semennyi? Baza, ebben meg üres. Vagy ez meg üres. Na mindegy, akkor ebben meg rakjunk. És jó sok volt benne, gyerekek. Abba a zsákba. Oké, meg akkor rakunk bele műtrányát, és ugye az is van még egy kevés. És akkor csináljuk meg azt, hogy a füvet elkezdem vetni abba arra a másik szekcióra. Árpa, zab, repce, szólj abba, bolajretek fű. És a kaszálót ezt létrehozzuk. Ha miért ne? Azok szerintem egyébként bőven elég lesz azokra a... Ó, jó van, már itt van minden, oké.
A műtrágya is ott kevés. Még ott is van műtrágya. Fő is van. Kicsit messze állunk, ugye? Lehet, hogy nem is lesz jó, mert a másik oldalán van a műtrágya. Ennél közelebb aztán nem állsz bele. A műtrágya szerintem nem tetszik neki, hogy nagyon messze van. Mindjárt a Keeper megoldja. Jó. Oké. Hát figyeljetek, ennyi elég lesz egyelőre. Amikor azt csinálja, meg nem, mondjuk megnézzük, hogy mennyi erővel tojás, mert valamikor meg pont ilyen mazling van, bár nagyon kevés. Ja, nincs mazling. A supermarket emelkedik. 5000 körül szokott menni a tojás, ugye ennél már azért minél nagyobb mennyiséget viszel, meg ugye minél nagyobb az összeg, tehát többet számít. Mert most ugye hiába a szalmának 10%-ot emelkedik az ár, ott most 10 000 helyett mondjuk 11 000-et kapsz, ez nem mindegy, de hogyha mondjuk a tojásnál 10%-ot emelkedik, mondjuk 200 000 helyett 220 000-et kapsz, az már nem mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen. Minél nagyobb, minél drágább, annál jobban számít a százalék során, de gondolom, mert ezt nem kell magyaráznom senkinek. Olé! Fűre van állítva, ugye? Hát ezt figyeljetek, én azt mondom, hogy... Iha, mi van? Azt mondom, hogy csinálom magam egyelőre. De bazza, most meg kikapcsoltad a B-t, hát hülye le legyél már. Annyira kapkodósba vagyok. Na. Lesz itt egy hatalmas kaszáló. Menjetek magyarok, már kitippem a beleteket. Lol. 69, jó van gyerekek, jó van, megyen szépen. Megyen szépen. Fűj! Fűj lesz itt. Érdekes egyébként, figyeld, hogy a lottávolságon kívül már mutatja, hogy fű van rajt. A fű az valahogy máshogy viselkedik, ugye egyértelműen abnyiba például, hogy ugye nem kell mindig újra vetned, mert igazából nincs az, hogy kiszedett, hanem gyakorlatilag levágod a tetejét. Azt nem tudom, hogy egyébként a trágyázás az segíteni neki, vagy ha trágyázni kell, akkor már mikor kell trágyázni, például, hogy mit tudom én, minden kaszálás után érdemes trágyázni, gyomosodik-e, mert elvileg azt hiszem, hogy a fű is gyomosodik. Érdekes, tudom, de ugye nem mindegy, hogy milyen fű van, hogy pipocs van éppen, vagy valami jobb minőségű. Úgyhogy ez elég érdekes. Egyébként itt nem lehet ilyen izét ültetni, olyan fát, tudjátok ezt a... amelyiket úgy kell gyakorlatilag mondhatni, majdnem aratni. Az azt hiszem a 17-ben volt csak. Látok, meg a izéket akartam megnézni. Nem gépi munkásra csináltatom, csak nyomtam egy 3-as gombot, akarok nézelődni így a P betűnél. Az elhelyezhető tárgyaknál, hogy egyébnél mi a szarok vannak. Ó, van izé, Jens. Ó, van izé, van daráló. Van daráló elhelyezhető is. Na az jó, mert azt hiszem, hogy az olyan, hogy instant adod el a fát. Tehát el se kell vinni. A Jens, ó, ott van a Jens daráló. De jó, hát azt nem is felejtettem, hogy az van. Azonnal eladásra kerül. Az jó. Gondolom azon az áron, mint ami beveszi, ugye? Gyümölcsfák. Ezek vannak modként gyümölcsfák nekem benne. Pénzt termelnek, viszont elég sok minden kell hozzá. Mármint, hogy kell mindig trágyazni őket, meg kell nekik víz. Hát nem nagyon szeretnék azzal még vinkódni, megmondom őszintén. Jó, hát azok meg mindjárt lassan végeznek, belepörgetünk az időbe, hogy a tojás jó árba menjen, eladjuk a tojást, hozunk még raklapot. Valószínűleg gameplay-en kívül bepakolom a raklapot, utána gameplay-ben már belepörgetünk az időbe, hogy nőjön meg a cucc, mármint ez a... És igazából ami fontos, hogy megnőjön, az csak a búza, ugye a csukoknak legyen kaja. Ezt a vetést, ezt a fűvetést, ez annyira nem fontos, mert ugye ennek gyakorlatilag akár mikor majd, amikor lesz ráérő időnk, akkor nekiállom kaszálni, ezt a hordjuk a bunkersilóban, meg majd forgatjuk egy szénaformájába tároljuk.
De viszont ez még mielőtt ez megtörténik, annyit meg kellene írnotok tényleg, hogy itt legyen csak a csirketele, vagy csirke és marha. Egyébként jobban örülnék neki, hogyha el lenne szaporálva ez a kettő. Valahogy jobban kedvelmeyen. Nem? Nem lenne jobb? Mindjárt ugye egész más gépek kellene. Például ugye akkor a bunkersiló innen eltűnne, nem kell egy marha nagy kerekes rakodó vagy manitú, amivel pakolod be a meg tisztítod az alját a marháknak, akkor ide gyakorlatilag kellene egy mondjuk egy átrakókocsi, amelyik könnyen odaöntöd. Egyébként én még mindig az átrak... Kaptam egyébként hamutartótól is egy hátrabillentő nagy pótkocsit, de még mindig az átrakókocsi mellett voksolok, mivel ugye van nem modoltba is hatalmas 70 ezer literes átrakókocsi, amivel tök jól el tudod látni a csirkéket, mert végigmész, csöve ugye fölér, szépen beleengedgeted, az kész. Meg aratáshoz is, az tök jó, mit tudom én, egy nagy géppel ugye oda tudod vonszolni, ahova akarod, és akkor egyből bele lehetne is engedni. Az nagyon, az nekem úgy eléggé úgy bejövős. De hát majd meglátjuk. Nyomok egy hármas gombot, várjuk, azt nézzük már meg egy izét. Térképet. Ó, mondja végeznek gyerekek. Majd a végét nekem ugye le kell húznom, azt ne felejtsük el. Ez meg olyan tök jó fog kinézni egyébként, ez a füves terület, ráadásul ugye mellette úgyis ugye fű van, és a füves területek azok tök jól néznek ki, mert ugye folytatódik gyakorlatilag a nem te területeden, és természetesen azt nem tudod levágni, de látjátok, hogy akkor így hozzá fog idomulni a területhez. Amit itt elrontottunk egyelőre elvarrodva, de ugye az változni fog, azt itt kiegyenlítődik. Na. Na, addig fogom ezt csinálni szerintem, amíg nem végezek ez a két gép. És akkor belepülni, ebben a részben még adjuk el azt a cuccot, jó? A tojást. Ezt nézzük meg, hogy mennyit kerestünk egy ilyen nagyon laza, hát gyakorlatilag egy ilyen nem vetés porgólat, hanem konkrétan egy kis, nagyon pici pörgetésre, talán egy ilyen, nem tudom, egy nap vagy kevesebbet pörgetünk. Egyébként úristen, milyen kevés pénzben van, de mondjuk nem számít, mert anyagi javak azok gyűlnek. Ugye? Gondolkoztam egyébként tényleg a két mögötte lévő földön, de egyelőre nekem ez bőven elég. Inkább akkor majd elmegyünk, elköltözünk innen. És azért is jó egyébként, hogyha máshol különböző, a map különböző részein termelsz dolgokat, mert ugye, hogyha kimész egy távolságon kívülre, akkor ugye nem töltődnek be azok az objektek, ami van egyik helyen, amikor már el van burjánzva az egyik helyen valamit, ólak vagy valami, hanem maximum számolja háttérbe, hogy ugye mennyi tojás termelődik, meg így gondolt, ugye számolja, de nem jeleníti meg, és emiatt ugye sokkal inkább hatékonyabban tudod kihasználni a számítógéped erejét, hogy máshol csinálod a dolgokat, és emiatt lehet, hogy az lesz, hogy itt a csirketelepet fogom megcsinálni, és egy másik helyen a marhatelepet, mivel gyerekek 1 milliárd euró az nem most fog érkezni, szóval időnk az van bőven, meg igazából minél több állatot tenyésztenénk, nekünk az lenne a szuper. Na, nézzük rá, hogy mi a szitu. Ezek pont összevednek. Hú, de nézzük. Várjál, ezt kiveszem innen, és akkor ezt meg végigküldöm keresztbe. Sőt, nem tudom, miért nem én csinálom akkor. Ez igazából nyomhatnám én is. Jó, és akkor még van munkája? Álljál meg, barátom. Hát te neked már nincsen munkád. Állj meg. Ő vele meg. Aha, azt csinál, hogy végigküldöm erre. Akkor ott meg ugye az MTZ pontot, azt meg végigküldöm arra, és akkor meg is vagyunk, akkor betpörgetek az időbe. Tökéletes srácok. Jó, ott maradt egy kis szalma, lehet, hogy ott fog megrohadni. Nem egy olyan túl nagy mennyiség. Ugye azon a kis domb részleten. De viszont az a kaszáló, ez meg viszont nekem nagyon tetszetős lesz, hogy itt lesz. És milyen jó helyen van, ugye? Srácok, milyen jó helyen van. Az a nem mindegy, hogy milyen jó helyen van. Na, akkor ezt meg B és X. Bevisszük a gépet, lerakjuk az ajtóba. Ezeket a... ne, azért lennének egyébként jó, nagy gépek jók, mert akkor ugye például nem kellene IFA, hogy kihordani a cuccokat, hanem gyakorlatilag megtöltöd a telephelyen a... mondjuk a műtrágyát, meg a permetszert, és akkor ki bírja egy ekkora területet. Nem kelljen újra tölteni közben.
Az úgy nem lenne rossz. Na, ezt meg ugye. Ezt meg arra gondolt a keeper, hogy akkor lehúzzuk arra és visszajövök. Ha már egyszer itt van, úgyis vissza kell menni, érted? Akkor ezzel csináljuk meg. Ó, nagyon jó gyerekek! Nagyon-nagyon jól alakul. Imádom. És figyeljétek el, az a terület, az baró jól fog kinézni. Az olyan autentikus lesz, hogy nem, ha nem ismernétek a mapot, akkor az, azt gondolnátok, hogy az oda tartozik. Hogyha bár egyszer végzünk. Én nagyon gondolkozok benne, hogy főhúzunk még egy ugyanennyi csirkeollat. Mondjuk az is jó lenne, hogy ugyanennyi csirkeoll, és akkor a széleit meg legömböríteni, Isten áldjon. Megcsinálni autentikusra, és akkor 20 csirkeoll. Az jó számod, hogy 20 csirkeoll. Meg a 20 csirkeollat szerintem még el tudnák látni ugye ezen a földön. Javakkal. De hát akkor itt mindig búza. Itt mindig búza menne. Az tuti. Arra szükség, szükség lenne. Olé! Jó, tetszik. Tetszik, jó vagyunk. Jól működik minden, úgy kb. A tervek szerint. Egyedül azt, ott buktunk szerintem a legnagyobb összeget, itt az egész sorozatban, amikor ugye nem ide telepítettem először a csirkéket, hanem oda akartam oda bezsúfolni. De az nem volt jó ötlet. Az ott eléggé szívás volt. Előbb-utóbb, ezt a kerítést lehet el, mondjuk itt pont a kerítés jó. Le lenne ilyen szépen gömböidve, meg ugye be lenne füvesítve, meg minden, akkor tök frankó lenne, higgyétek el. Jaj, várja, le kell volna raknom a hátuljára. Meg van egy, van ki még egy rábánk, amin ugye van még egy pétisó szóró. Na srácok, a növekedés ugye, hogyha a fűvel kapcsolatban gondoljátok, hogy hát most ha belepörgetek, akkor ugye az nem lesz jó nekünk. Most figyeljetek, csak az árat nézve növeljünk, jó? Szóval, izé, menüben nem tudsz növelni. 5000 fölött én már adom a tojást, ott már le van szarva nekem, számomra. De egyébként lehet, hogy vissza fogok jönni, aztán 4500 nekem nagyon kevés, bocsi. Úgyis növekednie kell a gabonának. Oppa, ott megemelkedik. Második értékesítő állomás 5000 fölém fölmegy. Abban a pillanatban nekem tök jó, de 5000 alatt nem fogok tojást aladni semmiképpen. Most már úgy látom, hogy ott jó is lesz a második értékesítő állomása. De lehet, hogy vissza fogok menni a maradék. Várjátok reggel. Legyen normális reggel. Ne kezdjen csökkenni a lár. Jó, 8 óra van. 5100. Kroz. Rávált. És valószínű, hogy vissza fogok menni. Mert itt akkor még valószínű, hogy termelődött tojás. Nézzük meg az állatokat, hogy a kaja az hogy van. Igen, 6000, 5000, látjátok? 6000. Ha, olyan épp, hogy elég egyébként. Az a baj, tisztjuknak ugye épp, hogy elég dolog. Már mondjuk feltettünk közben a mizét. Babot. Volt egy bomb. Úgyhogy ha minden egyes alkalommal búza lenne ezen a földön, vagy átpa, akkor elég lenne. Akkor pont elég lenne 20 darab tyúkolna. Én úgy gondolom, hogy 20 darab tyúkol kéne, és akkor legömböríteni a széleit. Mit szóltok? És akkor a tenészet az máshol lenne. Én ebben gondolkodik a keeper. Azt hiszem, hogy ja, itt cseszhetem, mert itt nem volt még egy láda. De a többi... Jó, itt sem volt még egy láda. Kihordta a ládákat. Jó, hát ezeket majd akkor gameplayen kívül egyébként beleszórom. Ne, nem rakja a ládába, hülye vagy! Most ez nem kezdem el, biztos, hogy ki fog bagolni megint ez a kézzel fölvétel. Hú, gyerekek, itt viszont van egy 7900-as láda. Itt egy 9006-os láda. Na, vicc a hét. Juhuhu. Azt tudod mennyi? Az 50000, hallod? Ez 25000, akkor az ma 125000, csak az a 3 láda körülbelül. Jaj, gyerekek, hát azt már megint ez megint gazdagság lesz. Végén még új kombájnak kell aratnunk, hallod? Még a végén még új kombájnak kell aratnunk. Te hallod? Ez megint izé lesz, megint hatalmas összegek lesznek itt élve. Jaj, gyerekek, már megint izé, lincselés lesz. Jó. Meglincseltek, bazzag, amennyi pénzt keresünk, hallod?
Le van kapcsolva az új. Na be. Na, megyünk erre. Igen, egyébként legszívesebben kombányt cserélnék, de tök jó lesz, hogyha például pont elkezdődik a FS22 autentikus sorozat, emiatt is jó lenne. Kormánnyal, meg ugye tényleg ilyen nagyon szigorú szabályokkal, mert akkor egyébként nézd, hogy milyen szépen megnőtt a fű, jaj, de jól néz ki. És ott nincs gyomosodás a fűbe, várjál, ott, hadd nézzem már meg. Nem, a fűbe akkor nincs gyomosodás, az jó, az jó. Érdekes lenne, de egyébként tök, még úgy emlékeztem, hogy még hogy a fű is tud gyomosodni, esküszöm. De egyébként marha jól néz ki. De lehet, hogy én vagyok a hülye. Hogy a fűhöz kezd tud gyomosodni. Ez érdekes lenne mondjuk, de hát elgondolom, működhet az is. Na, 18 raklap. Nem tudom mennyi pénz lesz ebből. Második értékesítő állomás, 5100. És akkor gameplay-en kívül én hozok tojást még, mármint raklapot, azt berakosgatom, annyit megcsinálok. Jó, gyerekek, hogy ne kelljen ide. Ne kelljen azt végignéznetek, hogy 10 darab tyúkolba bepakolok. Szerintem az úgy nem lenne a legbarátibb. Hogy van 3 doboz tojást, már összeszedhetném. Ezt meg visszaalakíthatnám normálisra. Basz, ezen volt 6 darab tyúkol. Te hülye vagy képe? Nagyon durva. Mondjuk elég ilyen bagosan volt, meg ugye itt volt az út közepe. Megfelelj. Akkor ez, hogy van B. És akkor mehet is, ugye? Ez mindig így meg, letaglóz, hogy mennyi pénzt kap. Jézus Isten! Ha megint mi ez? Ez meg, komolyan mondom, engem is sokkal, hogy mennyi pénzt kijön ebből. Úristen, úristen, komolyan megveszem a legnagyobb kombányt, valahogy aratni már. Esküszöm. Azt fogom csinálni. Eskü. Veszünk valami extrém kombát. Eladjuk az összes kombát, ez veszünk valami extrémet. Következő rész elején. Ezt az alatt aratok bazán. Valahogy mi a szar? Már megint izé, megint fél milliót kerestünk a nagy semmi. Hát nem nagy semmi, mert dolgoztunk, meg fektettünk bele bőven. Jézus Isten! Még ott is van, mi van már? Már nem férünk el. Itt még van egy, itt még van egy fúraklap, úgyhogy nyugalom. Nem mondod, hogy le